A kerékfelfüggesztés állapotát vizsgálják éppen ezen az autón egy mobil műszaki ellenőrző rendszeren. Később aztán a világítás és az irányjelző működése volt soron, majd az autót nyári ablakmosóval is feltöltötték. A megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága hétvégén biztosított ingyenes lehetőséget a járművek ellenőrzésére Nyíregyházán a Nyír Pláza parkolójában. Egy mobil műszaki vizsgálomást telepítettünk ki a kormányhivatal munkatársainak segítségével. Ennek során legfőképpen a fékek hatásosságát mérjük, de természetesen minden más paraméterét is vizsgáljuk az autónak, így a világító jelzőberendezések működőképességét, meglétét, szabályosságát, hiszen sokszor olyan világító eszközökkel találkozunk, amik nem szabályosak, illetőleg megnézzük a nyárra való felkészülés keretein belül a folyadékszinteket, feltöltjük nyári szélvédőmosó folyadékkal a tartályokat, megnézzük a fékolajnak a vizességét tulajdonképpen egy műszerrel. Nem csak az autósok, a kerékpárosok is meggyőződhettek eszközük állapotáról. A bicikliket ráadásul be is regisztrálhatták a jelenlévők egy országos nyilvántartásba, amit ez a Bike Safe címke jelöl az eszközökön. Az alvásszám feljegyzésével ez a nyilvántartás segít megtalálni a kerékpárt abban az esetben, ha ellopnák azt. A kerékpárok esetében a kötelező tartozékok meglétét nézzük, ami kerékpára kell, illetve egy regisztráció is folyik. Egy Bike Safe rendszeren keresztül regisztrálásra kerülnek a kerékpárok, és meg lesznek egy rendszerben, hogyha esetleg ellopják, akkor könnyebb lesz megtalálni. A hétvégi közlekedés biztonsági napon összesen 51 autót vizsgáltak át. Ebből 4 járműnél derült ki, hogy az alkalmatlan a közúti közlekedésre, míg korlátozottan alkalmas minősítés 14 jármű kapott. Mivel azonban az eseménynek a figyelemfelhívás volt a célja, akinél műszaki gondot vagy okmányaiban hiányosságot fedeztek fel, nem kapott büntetést a hatóságtól.